Hát kíváncsi vagyok erre a térképrajzolásra. De most már más ötletem tényleg nincsen, mert különben itt rohadunk meg. Na, tehát itt van a hub. Itt van a hub. Itt kérlek szépen ki lehet menni, mondjuk dél lesz az ajtó. Ki lehet menni egyszer délre. Kezdjük azzal. Tehát, hogyha itt van az ajtó, akkor az ajtóval szemben jó messze szintén van valami barlang ajtó. Jó, értem, hogy 1595 kilós sajtára, de azt valakinek meg is kell csinálnia. És itt töltük meg a kutyát. Nagyon jó. Innen lehet menni. Igen, az a kutya, a gírsa. Innen lehet menni tovább egyenesen, arra van egy járat. Tehát ezt a földerítjük. Aztán itt jöttünk ugye be, lehet menni a bejárattól, ha így jöttünk be, a bejárattól balra, szintén. Van egy lyuk, nagyon jó. Hát ott volt egy lyuk, és jobbra is van, tehát minden irányban van egy lyuk. Most megnézem először a előre lyukat. Nos, hogy ott nincs tovább, ott is van egy ilyen. Van térképem, lesz, tessék, ott van Peti, eszi a látszárcsontot. Na gyere! Mi volt itt? Na mindegy, maradjunk annyi, hogy ez Zsák utca. Van egy ilyen barlang. Szép. Oké. Na, tehát bejárat. Nézzük meg mondjuk jobbra. Oké. Okay. Hát itt van egy kem. Már nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar kiütnek. De ez mit sem ront az élvezeti értékén, ugye? Csapdák. Mindjárt odaírom, hogy tele van csapdával, de nem. Az azért annyira nem izgi. Kurva anyád!
Jó, tehát itt lehet menni fölül. Aha, meg itt lehet. Na majd, mindjárt valahogy le kéne rajzolni, hogyha hagynának. Meg most azt... Csak maradjunk annyiba, hogy... Jobbra mentünk, ugye? Jobbra. Úgyhogy itt van egy járat fölül, meg van egy járat alul. Most már leestem, azt basszhatjuk. Hű, bazd meg. És itt három járat indul. Egy, kettő, három, meg egy fönt. Nagyon jó. Gyorsan itt megvárjuk. Akkor kezdjük itt a jobb szélsővel. Jó, hát ez így kanyarog, meg mit tudom én, mindegy vezet, dolgok. Nyilván minden kanyar nem lesz bejelölve. Oké, erre emlékszem, itt lőnek fejbe az íjászok. Ez itt ketté ágazik. Tehát lehet menni két irányba, ott lent, meg itt jobbra fönt, úgyhogy maradjunk a jobbránál. Ahol szerintem... Hopp, várjál, nem jó. Nem jó. Ez nem két irány, hanem több, mert arra meg a béka van. A büdös kurva életben ezt hogy lehet menni értelmesen a rajzon? Rögtön a lázadni két fele. Tudom, itt meg kéne nézni mindenféle két fele. Hogy ez itt, az ez ide, aha.
Tehát igazán, amikor ez itt nem is elállna, mert ez csak egy ilyen klinikóra. És akkor itt lehet három felemenni ezt a büdös kurva életben. Egy arra. Meg egy arra. Oké. Okay. De jó. Hoztam egy csomag. Na hát pedig. Na. Nem mondtam, hogy hamar meg lesz. Na de most pont vissza fogok találni oda, honnan jöttünk, ugye? I've kept your flesh safe, found me. Na, ajtó kutya. Jobbra. Ne essek le, azt mondod? Jó, megpróbálok nem leesni. Mert a szavalokért meg vissza kéne menni. Jó, hát itt az egy nehéz rész. Ennél a tábortűznél ezzel a karddal. Lehet, hogy vissza kéne cserélni a kicsi kardot, azzal voltam a leghatékonyabb, hogy őszinte legyen. Egyszerűen a szűk kereszt metszet eddig az összes fájtnál, az a stamina. Egyszerűen nincs staminád. És most szereztünk egy nagyobb kardot, ami lassabb. Több staminát eszik, viszont nem sebez semmivel többet. Tehát akkor meg minek? Nem láttam. Ez a másik ilyen sértőbántó feltételezés, amit velem kapcsolatban felszoktak tenni emberek, hogy én látok. De amúgy nem.
A tüzes bot az borzasztó volt. Amúgy nekem egy ilyen hosszú stamina bár kéne. Csak nem ennyi HP-val az én. No, meghosszabbítjuk ezt az utat, mert ezzel jó sokat értünk. Ott a híd meg a torony. Na, az biztos, hogy itt elértünk egy elágazáshoz, ahova lehet menni balra. Meg ilyen jobbra. Mindig leesek, hát... jó. Itt a King Tower. De egyébként erre már voltunk. Rohadjak meg, ha én nem láttam már ezt a... Az az íjász ott azon a párkányon, ami ott így szétdobott lábbal áll, az rémlik.
az jó mozdulat volt. Na, visszataláltunk. Na, tehát innen gyakorlatilag... Hát innen igazából csak arra lehet menni. Most az, hogy itt jössz le, vagy ott jössz le, annyira nekem nem lesz pontos térképem. Lényeg, hogy erre van a Tower. Szervusz, Dragon! Nagy nyílt rész. Tower. Ugye? És akkor ez a nagy HP szerencsétlenségnek a selje, ugye? Nagyszerű, nagyszerű. Én vagyok a király. Sauron, szeretett szolgálaton. Na hát ez se tűnik annyira rossznak, ennyi HP-val mondjuk. És erre van még valamit így tovább? Vagy itt jobbra-balra valami? Nincs mi. Én elkönyveltem, hogy erre semmi nincs. Zúzás beírta, hogy igen, ott már komolyodnak a mobok. Jó. Na nézzük. Mit tud Peti? Jó, hát Petit visszaverjük Mordorba. Megkloffoljuk, úgy rendesen. Ütöm borul. Peti még nem nőtt föl a feladathoz. Autóatakkal összeverjük. Azt mondja, az úzás, hogy itt már keményednek a... Mert még mozog? Nem, már nem mozog. Jó, hagyd nézem már meg, mi van a lépcső tetején. Aha. Na, akkor ide írjuk, hogy mit tudom én. Az lesz a... továbbjutás. Pálya vég. Nagyon jó. Oké, okay. Na akkor merre van a rugósel? Az még egy jó kérdés, mi? De amúgy ez viszonylag tetszik, mert van annyi HP-ja, hogy ne érdekelje egy-két pofon. Meg ennek is meg kéne tanulni a nevét, vissza kéne menni az asszonysághoz. Jó, mondjuk annyi staminája nincs, hogy üsse hármat.
Mi konkrétan? No, itt lehetne visszamenni, de akkor még nem megyünk vissza, hanem megnézzük, hogyha, hát hogyha itt leesünk, vagy mit tudom én, hogy hívjam. És itt a lentin végig megyünk, akkor mi van? Például a tetű fejbelő, az van, de hogy azt leszámítva. Gyakorlatilag ez itt csak egy ilyen ugyanarra vezető út, ami el van választva egy buxus sorra. Anyádat üzd, amikor térképet rajzolok, köcsök. Nem normál így van. Gyakorlatilag csak egy ilyen izé. Ha még egyszer meglő az a tetű, na hát itt meg igazándiból ez szintén ugyanaz, igazándiból egy út van lent, csak ilyen fákkal elválasztva, és ez torkolik bele itt ebbe az elágazásba, ami... Vum, bum, 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 bum. Kösz, hogy akkorát basztál rám, te tapló. Thank you.
Várjál, itt az még nincs felderítve. Itt van egy ilyen járat. Ami még bárhova is vezethet. Csak most már tényleg nem túl sok HP-nk van. Most mentünk át a felső szerencsét. Köszi, köcsön. Jó, egy gombát beverünk. Na várjál. Ott a béka balra. Igen. Ott a béka balra. Na, akkor itt a jobb oldali járatot megnézzük végig. Most már mindent meg fogunk találni, mert rajzolom a térképet, mert meguntam. Időbe fog kerülni, de meg lesz minden. Na, van rohadt kajánk, abból beverünk egy párat. Ez egy jó sell lenne, hogyha ötször ennyi staminálja lenne. A kurva élet! Az a baj, hogy itt akkora nyílt terek vannak, hogy ezt most így hogy? Szerintem azt csináljuk, hogy megnézzük a másik irányba, mert itt volt a béka. Igen, most itt vagyunk a békánál. Itt ez a rész, ez csak egy ilyen kerülős lófasz, az igazán miból nincs is. Igazán, hogy a leeső lehetőség az valahol balra lehet kerülni ezt a tökves sziklát. Na most bazd meg, úgy összefutkároztam magamat, hogy most már nem tudom, merre jöttünk. Ott van a béka. Ott a béka. Balról kerüljük a sziklát, nagyon jó.
lesz egy ilyen elállás. Na, szuper, nagyon jó. Most a kérdés, hogyha itt balra megyünk, akkor arra az útra jutunk-e, ami a béka mögött van, vagy nem? Jó, ez nem út, hoppá, de. Egy ilyen kis bemászható lófasszal. Hát szerintem még nem is voltunk. Ez a denevéres fa, hogy mi ez? Egyébként lehet, hogy voltunk. Jó, ez az egy ilyen izé-srány, mert nem tudom, mit írjak rá, hogy ez mit legyen. Ez az a... Ez most vagy a skilleket reszetelné le amúgy, vagy egy ilyen ultra hard mód a játékba, hogy elveszi tőled mind a négy shellt, és abba a másik formába kell tolnod, vagy én nem tudom. De azért nem tudom, mit csinál. Csak ilyen fasságra. Jó, és akkor itt a béka. Nosszerű. Hoppá. Anyádat mérgezd meg. Itt a béka, hú, várjál. Itt a béka. Itt a lyuk. Akkor ez igazából ennyi. Nagyon jó. Majd fogok dögleni, elvisz a kankóba. Kéne gombát farmolni. És hogyha erre megyünk, akkor itt nem lesz egy ilyen változás. Jó.
Na, és akkor igazániból itt semmi nincs, csak egy ilyen tábor. Most azt kell megnézni, hogyha tökre visszamegyünk, az a járat, ami ott balra nyílik, az ide jön-e vissza. Mert ha igen, tettük. Ja, akkor meghalunk. Sőt, igazániból innen megpróbálhatnánk visszamenni. Nem jó. Nem jó. Na hát ez az, mert nem tudunk visszamenni, mert ugye az fönn van. De vissza tudunk menni, bazd meg. Be kell valljam, összezavarodtam térképpel együtt, hogy most hogy jutottunk ide? Ez a kutyás, ez a kutyás. Baj van, térképpel együtt mehetek a picsába. Sip this and... Na, mi a neve? Eredrin. Te venerable! Azt mondja, ha megölsz valakit 5% damage reduction, hát az mondjuk 50% lenne a korsat. Ez jó. Ezt ki kéne rakni ezer egyén. Minden kínél stackelődne egy damage bónusz. Még egy kis HP, az is úgyis kevés van. Ez is jó. És ez meg bosszok ellen tökéletes. És ha elég nyomorultat megölsz, akkor visszatöltődik az a pötty. Na hát, nekem ez tetszik. Ez a sen, ez a malács, ez jó lesz. Még nyilván megkeressük a rugósat. Na most azt kéne valahogy összekötni ezen a nyomorult térképen.
hogy ha itt elvászunk jobbra. Jajjaj. Akkor ott jobbra lent vissza lehet jönni valahogy. Csak most megint verhetjük a nyomorultakat. Amúgy ez a népfeloldás ilyen glimpsbe kerül? Már megint csak kettő van. Jó, akkor hova lesz? De nem, ott van a szó mellett a glimpse. És már megint csak kettő van. Föl tud jönni? Nem tud. Ez egy bug. Az ijász, ott egy bug. Na mindegy, itt le tudunk pottyanni a lentire. Vagy hát mehetnénk körbe is, de annyira nem unatkozom. Egy ennyi damage belefér. És akkor itt megyünk a jobb oldalin. Akkor itt van ez az elágazás, igen.
Stamina kéne ennek nagyon. Na, és akkor most megnézzük, hogyha jobb oldali fal mellett megyünk. Azt leszámítva, hogy van itt egy tábor, meg egy ilyen nagy open. Rész. És még nyilván van egy két csapda is. Azt nem tudom, hogy rajzoljam le, és itt térünk vissza. Csak az a baj, hogy a térképen rohadtul nem itt térünk vissza. De hogy Isten igazán mi volt, igen. Mert hogy itt térnénk vissza a kezdő zónához. Mindegy, ezt itt így becsillagozom, hogy ez itt a csillag egy, és akkor azt majd valahogy. Hát igen, mert nálam, amit én rajzolok, nem feltétlenül. Tehát amit én rajzolok, azon nyilván nem ugyanazok a távolságok, mint itt a játékban, és ugye hát nem. Na, és akkor van itt a lenti. A lenti rész. Ami szintén, igen. Szintén zenész. Én pedig van egy lyukacska. Jaj, de jó. Itt voltak a buzik. És most érünk át a foglalom sincs hova. Thank you.
Jó, hát ez igazándiból, tegyük föl, hogy egy elágazás, így fölfele. Meg nem fölfele. Hú, bazd meg, itt egy akkora elágazásos tér jön, hogy azzal nem is tudom, mit csinálja. Jó, hát ez itt egy ilyen borzasztó méretű valami. Megjött a kaja. Egy Na, megjött a kaja, úgyhogy tartunk egy szünetet, egy ilyen fél órásat. A játékból nem lépek ki, innen fogjuk folytatni. A streamet addig azért állítom, nem tudom miért, de hát el állítom. Jó, úgyhogy találkozunk olyan, hát nem tudom, 3:45 körül, hogyha van kedvetek, lessétek. Az a legegyszerűbb, ha nyitva adjátok a Twitch-et, akkor úgyis látni fogjátok, hogy elindul. Na, pá pá!